Az iskolai járőrözésben a 6-os, a 7-es és a 8-os diákok vesznek részt. Elsődleges feladatuk a példamutatás lesz. Ha verekedés lesz, akkor lássák, hogy mi elmegyünk az idősebbekhez, a tanárokhoz vagy az őrökhöz, akkor ők is így tesznek, hogyha mi éppen nem lássuk, vagy nem veszük észre. A járőrök az iskola biztonsági szolgálatához csatlakoznak, de a képzés során megszerzett tudást az iskolán kívül is hasznosíthatják. Sajnos a biztonsági helyzet nem kielégítő se a városban, se az országban, így a diákokat fel kell készíteni ezekre a helyzetekre is. Ez a projektum én szerintem hozzá vezet ahhoz, hogy biztonságosabban érezzék magukat, és tudjanak adott helyzetben úgy reagálni, ami az helyes. A bemutató felkeltette a tanulók figyelmét. A képzésben a mentő, a tűzoltó és a rendőrségi szolgálat a későbbiekben is részt vesz. Učenici koji prođu kroz sve obuke u okviru školske patrole, a to su obuke iz bezbednosti saobraćaja, iz protivpožarne zaštite i prve pomoći, želimo da to stečeno znanje prenesu i svojim mlađim, odnosno drugarima. A fiatalabb korosztály is nagyobb biztonságban érzi magát, ha a nagyobbak vigyáznak rájuk. Hát az iskolában sokszor hallani ilyesmiről, hogy verekedés, meg ilyesmi, és hogyha nagy Isten valaki jobban megsérülne, akkor itt vannak olyanok, akik tudják ezt az elsősegély ellátást, és akkor segítenek rajta. A szülők is támogatják a programot. Támogatni kell azért, mert a gyerekeinkről van szó. A gyerekeink, hogy biztonságban legyenek itt az iskolában, biztonságban érjenek haza, ami nagy kérdés, hogy sikerül-e. Eddig 10 diákot választottak ki, de hétfőtől a többiek is jelentkezhetnek a szolgálatra. A képzés után egyenruhát és jelvényt is kapnak a járőrök. A programot elsőként az Újvidéki József Attila iskolában vezették be, de az ország többi tanintézményére is kiterjesztik.